Mikor konferenciában két helyzet van, amikor a legnehezebb szolgálni, a legrosszabb az ebéd után. A második legrosszabb, amikor három ember már prédikált előtted, és mindenki kezd nézni az órát, hogy Úristen, ez meddig tart az az alkalom? Már volt ugye a leves, volt a főtt étel, volt a desszert. Szerintem falánkság jön következő. Péter azt mondja, konyak, úgyhogy ezzel megyek, mert ez jobban hangzik. Isten két dolgot helyezett a szívemre, amit kelleni fog ahhoz, hogy mi lássunk valódi, hiteles egységet. Istentől való egységet. Sokszor beszélünk egységről, és amiről beszélünk, az nem igazi egység, hanem ez egyformaság. Nem ez egyformaságról beszélünk, egység. Amikor különböző részek össze vannak rakva egy irányba, és valami lesz belőlük, ami több, mint a részek. És egységről van szó. Isten két dolgot helyezett a szívemre, amit kell. Az első, és nem fogunk sokat beszélni erről, inkább a másikról, hogy kell, hogy megújjon a gondolkodásmódunk. És gyökeresen, ahogy az ige mondja, hogy kell, hogy legyen, hogy tanuljunk gondolkodni, hogy Isten gondolkodik. Nem tudom, hogy gondolkodtál ezen, hogy cél-e az te életedben, hogy te gondolkodjál, ahogy Isten gondolkodik. Pedig erre vagyunk hívva. Kell tanulni ezt csinálni. Nem kell... Nem lesz ez a fókusz ma, de amikor mi gondolkodunk, ahogy ember gondolkodik, az abszolút bolondság. Szóval emberként gondolkodni, pazarolni az időnket, hogy azokon a dolgokon gondolkodjunk, amit általában gondolkodunk. Mennyi időd ment el csak ma reggel azon, hogy mit veszel fel? Látom egy pár embert, nem sok idő. De a legtöbben, a hölgyek, inkább a hölgyeket. Csak azon, hogy mit veszünk föl. És egy csomó dolog, hogy nem, ebben túl vékony vagyok. Ez általában nem probléma nekem. Ebbe akkor ez fekete, ez jó, ez takar sokat, jó sokat. És annyi idő megy el, hogy gondolkodunk olyan dolgokon, ami abszolút nem fontos. Mit fognak gondolni, hogyha ezt mondom? Ha bemegyek, akkor mindenki rám fog nézni. Mit fog? Olyan sok időt töltünk fölöslegesen. Mi lenne, hogyha fókuszálnánk, gondolkodnánk, ahogy Isten gondolkodik? Isten aggódik, hogy mit gondolunk mi őróla, hogy néz ki? Nem. Egyszerűen az ő gondolkodásmódja mindig helyes. És bolondság, hiába valóság, amikor mi másképp gondolkodunk, mint Isten. Úgy sem lesz igazunk. Szóval sokkal jobb, hogyha tanulunk meg gondolkodni, mint ő. És ha igazi, isteni egységet fogunk elérni, akkor kell tanulni gondolkodni, mint Isten. Ehhez kell a krisztusi elme, ez egy másik tanítás, egy krisztusi érteme, azért szükségünk van erre. Jézus tud nekünk tanítani, hogyan lehet gondolkodni, mint az atyám. És mindig mutatta példákba, történetekben, így gondolkodik az én atyám. Szóval akkor ez az első, amit kell ahhoz, hogy valahova jutunk, hogy kezdjünk gondolkodni ugyanúgy, mint az atya, és ez segít nekünk jutni előrébb. A másik dolog, és erről szeretnék beszélni, amit kell ahhoz, hogy valódi egységhez jussunk, kell tanulni látni, ahogy Isten lát. Kell egy olyan látásmód, ami egy isteni látásmód. És nézzünk helyzeteket, nézzünk emberekre, nézzünk saját magunkra, és Istennek a szemével nézzünk. Én szeretek fölkelni időnként, főleg amikor a Kati és a gyerekek nem ott állnak a tükörnél, és azt mondani, hogy csodálatosan teremtettél engem, Uram. Szeretem ezt az érzést, legalább mosolygok magamon, és a látni magadat, ahogy Isten lát téged.
az is izgalmas, amikor láthatjuk más embert, ahogy Isten teremtette őt, és ahogy az Isten gondolkodott róla. És az igazság, hogyha megengedjük, akkor Isten tud nekünk tanítani, látni, ahogy ő lát. Az Ószövetségben nagyon sok profitának, nem tudom, hogy figyeltétek, profitáknak azt mondja, mit látsz? Mit látsz? Jeremiás, te mit látsz? Hát, uram, Ezékia, emberfia, te mit látsz? Ámosz, te mit látsz? Zakariás, te mit látsz? Volt, amikor Ezékiát vitt egy völgybe, tele volt csonttal. És azt mondta az Úr, hogy te látod, amit én látok? És akkor mit látsz? És akkor válaszolt a profita, hát te tudod, Uram. Már megtanulta, hogy tudom, hogy látnom kell valamit, de nem látok semmit. És néha jobb, hogyha csak be vagy, te tudod, Uram, ez a szellemi válasz ilyenkor. De tanította őt, hogy lássa, hogy ahogy ő lát. Isten mit szeretne, hogyha látnánk? Azt szeretne látni, amit ő lát. És látni az ő perspektívából. Azért, mert Isten szellemi, azt szeretne, hogyha azt látnánk, amit nem a szemmel lehet látni. Mindig több van a szellemvilágban, több van körülöttünk, mint amit mi láthatunk a szemei, a fizikai látásunkkal. Amit látunk ezzel a két szemmel, az nem mindig, sőt, soha nem az egész történet. Pedig olyan ítéleket hozunk nap, mint nap, az alapján első benyomás. Mit nézünk? Megnézzük, hogy mi van rajta, nézzünk, hogy sétál, nézzünk, hogy mások hogy reagálnak rá, és azt mondjuk, hogy érdemes vele foglalkozni, vagy sem. Lehet, hogy nagyon szellemi emberek vannak itt, hárman vagytok, aki nem így néztek másra, de ha bevalljuk, akkor ez bemegy. És Isten tud bennünket tanítani másképp. Isten tanította az Ószövetségben és az Új Szövetségben embereket így nézni. 1 Mózes 13-ba azt mondja, az örökkévaló megszólította Ábrahámot, miután Lot elvált tőle. Tekints fel és nézz körül onnan, ahol vagy, észak, dél, kelet, nyugat felé. Mert ameddig ellátsz, azt a földet örökre neked és utódaidnak adom. Indulj el tehát, járj be ezt a földet széltében, hosszabbában, mert neked adom. Ábrahám látta ezt a földet éveken át. Azt a föld, amire az Úr vezette őt. Sőt, egy pár verssel korábban ő vitte fel Lotot, és azt mondja, válasszál jobbra, balról, mindegy, hogy merre mész. Nagyon ismerte ezt az egész helyzetet, de Isten szerette volna, hogyha más látna ott. Ez nem csak föld, ez a te földöd. Ez a te örökséged. Na most ezt meg kell érteni, hogy ezt Ábrámnak mondta. Isten itt azt mondja, ez a tiéd és az utódaidnak a földje. Ő még Ábrám volt, nem Ábrahám. Neki nem is volt fia. És Isten azt mondja, ez a tiétek lesz. Ez. Ő mit látott? Ő látott földet. Isten mit akarta, hogy lássa? Örökséget. Volt egy nő, aki szaladt vissza a városba, amikor Jézus beszélt vele egy kútról. Visszament a városba, és amikor visszajött, tanítványok visszajöttek, és hozták neki a KFC-ből valamit, hogy egyen, és Jézus azt mondja, köszi fiúk, én már nem vagyok éhes. És azt mondja, hogy valaki hozza, a nő adott neki kaja, mi van? És azt mondja, figyelj, ott nézzétek meg. És akkor ők, Úristen, az egész szamaritánus falu jön felénk, hogy mi lesz. És azt mondja, hogy fehérek a mezők az aratásra. Hogy mi mit látunk az életbe? Mit kell, hogy lássunk? Ábrahám, amikor Isten mondta ezt neki, hogy figyelj, ez az örökséged, ez azután volt, egy fejezettel később, nem is egy egész fejezete, a pár verssel később, hogy próbálta eladni a fárónak, hogy ez tulajdonképpen a feleségem, nem a feleségem, hanem a testvérem. És Isten mondja ennek az embernek, nem tudom, hogy az ő felesége, az ő szíve hol volt ilyenkor, de Isten azt mondja, jó, figyelj, én látok valamit benned.
több lesz belőled. Én többre szántam a te életedre. Isten azt akarta, hogy tanítsa az ő fiának, hogy látni, ahogy ő lát. És mi az, amit látunk most? Hogyha nézünk körül, nyugodtan nézel körül, nézel a melletted levőre, és ne ijeszd meg őt, de mondok neked valamit, elmúlik. Már elmúlóba van az, aki melletted ül. Mindenki. Nézd meg, elmúlóban vagy, drágám. Igen. Egyszerűen minden, ami körülöttünk van, az elmúlik. De Istennek a látás és Istennek a perspektíva az örökkévaló, és ez az, amit ő szeretne, ezzel a szemmel szeretne, hogyha látnánk. Az első dolog volt, amit ő tanította Ábrahámnak, a fiának. Elizeusnak a története ismeritek, amikor a szolga kiment, és azt mondja, az Úristen, egy hadsereg van ott kint, és jönnek felénk, és az Elizeus azt mondja, figyelj, nyugi, nincs semmi baj. Többen vannak. Már kezd elhújulni a proféta. Már így is furák a proféták, de ilyenkor nagyon. És azt mondja, Uram, segíts, nyisd meg az ő szemét. És ezt látta, hogy tele van táborozva az Istennek a hadserege körülötte. Elizeus már tanult látni, ahogy Isten lát. Látni az, amit emberek nem láttak. És ezért tudott ő mondani, hogy ne félj. Ne félj, Isten itt van velünk. Pál azt mondta, hogy mennyire fontos nekünk látni a láthatatlant. 2 Korintus 4.18 azt mondja, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatlanok pedig örökké valók. Oké, 8 percem van. Ennek mi köze van az egységhez? Ez nagyon szórakoztató volt, de ennek mi köze van a témához? Ha lesz egy egység köztünk, mondjuk az apostol és a profétai között, vagy az apostolok, proféták és minden ajándék között az egyházban, kell, hogy legyen egy bibliai alapja ennek. Kell, hogy legyen egy szellemi alapja, mivel egység az nem egy fizikai dolog, hanem szellemi dolog, kell, hogy szellemi alapja legyen. És ahogyan nézünk egymásra, eldönti, hogy együtt dolgozunk egymással, vagy sem. Mondhatod azt, hogy ez nem így van, de így van. Ahogy nézünk egymásra, eldönti, hogy együtt dolgozunk, vagy sem. Te mit látsz, amikor nézel a testvéredre? Ne gyorsan és ne látványosan. Nézhetsz arra, akivel te szívesen dolgozol. Fú, de jó, hogy te vagy. És akkor csak ezt ne gyorsan, és nem mindenki egyszerre, mert akkor komplexusok lesznek innentől. Nézel arra, akivel egy kicsit könnyebb neked együtt dolgozni. És milyen érzés van benned? Ővele könnyű, ővele... Az igazság az, hogy ahogyan nézünk egymásra, ez határozza meg, hogy egységben leszünk vele, hogy törekszünk-e, hogy egységben legyünk. Az igazság az, hogy Isten minden embert teremtett az ő képmására. A kérdés az, hogy mi láthatunk-e túl a bukásain, a hibáin, minden, ami külső. Jézus ezt tette meg. Nem tudom, hogy észrevettétek, de amikor Jézus hívta a tanítványait, gyakran mi volt az első dolog, amit mondott? Azt mondta, te, odavitte András a testvérét Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni. Ami azt jelenti, hogy kőszikla. Semmi, ez az első, így találkozik vele. Később azt mondja, hogy amikor Jézus látta, hogy Netanel közeledik felé, azt mondta róla, nézzétek, itt jön egy igazi izraelita, akiben semmi hamiság nincsen. Később, amikor Péter, már ismerte Pétert, azt mondta, hogy a sátán kikért téged, de én imádkozom, amikor visszatérsz, az én látásom, bátorítsad a testvéredet. Ez volt mielőtt a rápillantás, a tagadás, minden. Jézus már adott neki, már volt egy látás, már volt egy szellemi
hozzáállása felé. Pálnak, amikor találkozott vele, Uram, mi, ki vagy? Azt mondja, én vagyok az a Jézus, aki te üldözöl. És azt mondja, hogy téged foglak küldeni a pogányokra. Ez a Jézus, aki üldözi őt. Látása volt. Jézus hogy dolgozott együtt az apostolokkal, neki volt egy kijelentése a valódi természetükről. Ő azt látta, amit ők még nem látták saját magukba. Ők nem is tudták ezt magukra. És senki más nem látta. És ez segített nekik megváltozni. Tudjátok, hogy mennyire segít, hogyha valaki bízik benned, valaki előre adja azt, hogy én tudom, hogy ki vagy, és abban a szeretetben tudsz változni. Van valaki, aki tapasztalta az életben, hogy valaki úgy látott téged, ahogy vagy, és ő segített. Figyeljetek, minden, én voltam, Amerikából jöttem 33 évvel ezelőtt, és kétszer volt, amikor egy lelkész leült velem, egy ifi pásztor leült, és azt mondja, hogy Paul, keresd egy másik munkát. Belőled soha nem lesz szolgáló. Annyira idegesítően, gyerekesen viselkedtem. Igaza volt, ha valami nem változik, ez lett volna. Volt egy ember abban a gyülekezetben, kétszer ült le velem, Paul, látok valamit benned. Igen, a szívedet kell jobban adni az Úrnak, de látok valamit benned. Annyira akartam elhinni, hogy inkább ezt hittem el, mint amit a másik kettőt mondott. Amikor ez ki van mondva is, amikor kifejezzük, akkor ez egy segítség tud lenni nekünk. Az egységben, amikor mi kezdünk viszonyulni egymáshoz, nem az alapján, amit látunk a szemünkkel, idegesítő, így néz ki, úgy viselkedik, stb., hanem az ajándék szerint, akkor valami más történik a szívünkben. Ez azt jelenti, hogy mindenki mindenkivel kell együtt dolgozni. Nyilván nem. Én úgy látom Isten királyságát, mint egy nagy puzzle-t. És van, vagy te, korlátod, te neked van két részed, kapcsolódsz ide-oda emberekkel, neked van egy helyed a királyságban, vagy mint ajándék, egy hely, ahova tudsz beférni. Nem mindenki működik mindenkivel, de tudnánk együtt dolgozni másokkal. Apostolok megtanultak együtt dolgozni a lázadó a vámszedővel, mert látták mást egymásba, mint ami előtte volt. Az igazság az, hogy mi soha nem fogunk együtt dolgozni olyan ajándékokkal, amiket nem ismerünk fel. Ha nem látom benned Jézust, és az értéket, amit Jézus helyezett benned, nem lesz egy vágy bennem. Tulajdonképpen nem nagyon fogok tudni dolgozni, és nem fogok együtt dolgozni egy olyan ajándékkal, ahol nincsen tisztelet bennem az ajándék miatt. Évekkel ezelőtt volt egy pásztor, akit láttam itt Magyarországon, itt is láttam sokszor szolgálni. Egy ilyen ugri-bugri pásztor volt. Amikor szolgált, mindig kiabált. Én nem vagyok egy nagy kiabálós, egyszer-kétszer kiabáltam a gyerekeimre, a lelki gondozásra kell küldeni őket, mert ehhez nem voltak szokva tőlem. És ez állandóan kiabált, és felhergelte a közösséget, és nem egyszer bevalom. Amikor ő jött szolgálni, én kerestem az ajtót. Visszamentem a szobámba, mondom, ó, Uram, köszönöm, hogy ilyen ajándékot teremtettél, köszönöm, hogy most már messze van tőlem. És akkor visszajöttem, amikor csendesebb volt a dolog. Idegesített a Dombozsót. Ő tudta, hogy róla van szó. Mit látok most? Figyeljetek, a Zsót keresett engem, leült velem nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, újra és újra és újra keresett engem. És azt mondja, Pa, van valami bennem, és én nagyon szeretnék veled együtt dolgozni. És Isten meggyőzött engem is. Megtörte az én szívemet. Pa, figyelj, nézel túl ezen. Attól, hogy te nem vagy ilyen, akkor próbáld megszeretni a testvéredet.
Mit látok most? Egy mozgató Isten királyságában. Sokkal jobban motivál embereket, mint én. És én örülök ennek. Egy ajándék arra, hogy ajándéka van arra, hogy felkavarja az állóvizet, és nem fél szembenézni a saját hibáival, a gyengeségeivel. Könnyen megtér, mert olyan a szíve, hogy szabad szeretne lenni, jobban szeretne szabad lenni a hibáitól, mint ragaszkodni az ő igazához. Nekem, én szeretnék egy ilyen ember az életemben. Jó példa nekem a Zsolt. Szükségem van egy ilyen emberre az életemben. És hála Istennek, hogy kaptam egy ilyet. De látnom kellett Istennek a szemével. Ez történik, és az egyik dolog, amit a legjobban szeretem az alabástromba, az, amikor valaki belép egy Zoom szobába, többen tapasztaltatok, az első kérdésem az Úrtól az, hogy Uram, te hogy látod őt? Mi van a te szívedben ő érte? Te hogy látod őt? És megosztani azt, amit az Úr mutat neki. Nagyon sokszor könnyekkel történik. Nagyon sokszor az ember bejön terhelten, és kimegy mosolyogva. Mert egy pillanatra érzi azt, hogy valaki látott. Szeretem a filmet, az Avatar film. Az egyik legerőteljesebb pillanat abban a filmben az, amikor azok a nagy kék, nem emlékszem, hogy hívják őket, a nagy kék figurák, amikor néznek egymásra, és azt mondják, hogy látlak. Látlak. Nem tudok nézni ezt a filmet, úgyhogy ilyenkor nem sírok. Mert ez van az én szívemben, és a te szívedben, az atyától plántálva. Valaki lássa meg bennem, hogy ki vagyok. És ez legyen több, mint amit én látok magamban. Egység akkor, és csak akkor fog történni, amikor kezdünk gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik, és kezdünk látni, ahogy Isten lát. Kezdünk tudatosan nézni egymásra, és keresni Istennek a jelenlétét a testvérben. És amikor ez az alap van, könnyű lesz, könnyebb lesz együtt dolgozni. Szeretném, hogyha így, ahogy Attila jön, csak egy rövid ima. Szeretném, hogyha becsuknánk a szemünket, és kérnénk, Uram, segíts nekem látni, ahogy te látsz. Taníts meg látni, ahogy te látsz. És aztán kérlek benneteket, hogy kérjetek az Úrtól egy olyan ember. Uram, mutass meg egy olyan ember, akivel te szeretnéd, hogyha én kapcsolódnék. Nem azért, mert nekem szimpatikus, hanem az egység miatt te szeretnéd előhozni ezt az embert, és hogy megerősítsem a kapcsolatomat ővele.